Részben azért tartja sokra Európát a világ, mert előremutatóbban gondolkodunk a halálbüntetés kérdéséről, nyilatkozta az ATV-nek José Manuel Barroso. Az Európai Bizottság korábbi elnöke szerint abban az esetben, ha egy tagállam mégis be akarja vezetni a halálbüntetést, távoznia kell az Unióból. A stúdióban Tuzson Bence, a Fidesz frakció szóvivője, és Mesterházi Attila, korábbi szocialista pártelnök. Vudu és tabu, ezekben menekülnek az európaiak saját életösztönük helyett, amit egy bizonytalan világban komolyabban kellene venniük. Gyakorlatilag ezt mondta most a hétvégén a miniszterelnök, és ezzel nyilván arra az egyöntetű elutasításra és felháborodásra reagált, amit a halálbüntetéssel és a menekültekkel kapcsolatos kezdeményezései váltottak ki az uniós döntéshozókból. Akik vitatkoznak, Tuzson Bence Fidesz frakció szóvivő és Mesterházi Attila volt pártelnök, a Külügyi Bizottság szocialista tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondta még nem is olyan régen Orbán Viktor, amikor Martin Schulz az Európai Parlament elnökével beszélt telefonon, hogy nem tervezi a halálbüntetés bevezetését. Aztán Lázár János is a csütörtöki sajtótájékoztatója végén ugyanezt a bejelentést megtette a miniszterelnök szavaira. Hivatkozva két nappal később az Echo TV-nek már azt mondta, hogy korainak tartja eldönteni ezt a kérdést, és most a hétvégén azt mondta, gyakorlatilag azt kérte az Európai Uniótól, hogy utalják nemzetállami hatáskörbe ezt az egészet. Akkor most mégis mi a magyar álláspont? Itt is pávatáncot látunk? Ugye a legfontosabb kérdés minden ilyen kérdésben, hogy beszéljünk róla, legyen társadalmi vita minden kérdésben, és ne söpörjük a kérdéseket az asztal alá, ne legyen olyan társadalmi kérdés, így a halálbüntetés kérdése sem, hiszen mikor is volt utoljára? Talán a 80-as években, amikor utoljára beszéltünk erről a kérdésről, és a 90-es évek elején megszűnt Magyarországon a halálbüntetés. A körülmények mindig változnak, Magyarországon is, Európában is, és időnként, amikor nagy társadalmi változások zajlanak, ezeket a kérdéseket újra fel kell vetni, és meg kell vitatni. Mesterházi Attila? Bajba vagyok. Gondolkodtam, amikor készültem a vitára, hogy tulajdonképpen Nem a tartalmáról kellene, hogy vitatkozzunk, mert szerintem ez egy kommunikációs trükk, amit a miniszterelnök csinál. Tehát 2004-ben is voltak ilyen társadalmi változások, amikor megszavazták Magyarország Európai Uniós csatlakozását. Korábban is volt számos öndöntése a parlamentnek, amely kizárja ezt a kérdést. Fideszes képviselők is megszavazták egyébként. Tehát én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy politikai trükk, ez egy kommunikációs trükk a miniszterelnök részéről. Olyanról akar beszélni, ami egyrésztről eltereli a figyelmet sok más kínos témáról, a szegénységről, a valódi munkahelyek hiányáról és sok minden másról. Mások oldalról pedig vissza akarja szerezni a jobbikos szavazókat, hiszen azt látjuk, hogy aki a Fidesztől elpártolt, az nagyjából átzsilipelt a jobbikhoz, és én azt látom, hogy egy sokkal ilyen radikálisabb retorikát akar a miniszterelnök használni, igaz egyébként a bevándorlással kapcsolatos kérdőívre, és igaz ez a halálbüntetése is. Tehát én azt látom, hogy ez semmi más, mint pusztán egy kommunikációs trükk a Fidesz részéről, amiben akár még az Európai Unióval is hosszan el lehet vitatkozni, és hát a vége az, amire ön is utalt, hogy hát tartsuk napirenden a kérdést, egy ilyen kérdést tök felesleges napirenden tartani, vagy be kell hozni a parlamentbe, és ott dönteni kell róla, hát vagy pedig el kell fogadni azokat az érveket, amiket az elmúlt 25 évben is elfogadott Magyarország, köztük egyébként a konzervatív fideszes politikusok is. De mi értelme valamit napirenden tartani, aminek realitása semmi nincsen? Tehát Magyarország, ezt most már elég sokan ki is fejezték újra, amíg az Európai Unió tagja, addig semmiképpen nem vezetheti be a halálbüntetést, az Európai Unió nem fogja Magyarország kedvéért ezt megváltoztatni alapvetően. Persze ki lehet lépni az Unióból, és akkor az embernek rögtön eszébe jut, hogy amikor Orbán Viktor ezt eredetileg bejelentette Pécset, akkor hozzátette a mondat végén, hogy semmitől sem riadunk vissza. Jó, hát azért nem kell ilyen messze menni ezekben a kérdésekben. Ugye a legfontosabb kérdés minden ilyen ügyben, minden társadalmi kérdésben, hogy lehessen róla beszélni, és beszéljünk ezekről a kérdésekről. Akkor mit jelent, hogy semmitől sem riadunk vissza? Mitől nem riadunk vissza? Nem figyelem elterelésről van szó ilyen kérdésekben, hanem az, hogyha van egy társadalmi kérdés, ugye nagy tragédiák, olyan bűncselekmények, amikor látjuk, hogy az esetleges eddigi eszközök nem rendelkeznek megfelelő visszatartó erővel,
akkor felvethető-e, vagy felvethető legyen egy ilyen jellegű kérdés, beszélje ki a társadalom, hogy vajon helyesnek, vagy helytelennek látja ezt a kérdést. Tehát erről lehet beszélni, és folytassunk erről a kérdést. Amikor a cigány származású embereket lőttek folyamatosan halomra, vagy egyéb más súlyos bűncselekmény, akkor nem jutott eszébe a miniszterelnöknek, hogy akkor ezzel elő kell hozakodni ezzel a témával? Tehát én azt gondolom, hogy ez az időzítés az azért azt erősíti, amiről szerintem én beszéltem. Egy ilyen jellegű kérdés, az a fontos, hogy ne lehessen arról beszélni, hogy ez tabu, a tabu téma. Tehát, hogyha ön azt mondja, hogy ne beszéljünk bizonyos kérdésekről, az szerintem helytelen, helyes az, hogyha beszélünk bizonyos kérdésekről. Mi a beszélgetésnek a végeredménye? Tehát kibeszéljük a társadalomban, mindenki tudja, hogy közén kutatásokban megkérdeznénk a magyar embereket, hogy pártján vannak-e a halálbüntetésnek, akkor valószínűleg többségében lenne az igen. Mint hogy az adókról is, ha rendeznénk egyébként egy társadalmi vitát, hogy kellene adókat fizetni, különösen ilyen mértékben, akkor biztos, hogy az áfáról is azt mondanák az emberek, hogy 27% a sok, és legyen csak 7%. És akkor utána kibeszéljük ezt a kérdést, ezt értem, és akkor utána mi a következménye? Tehát ha kibeszéltük, és az derül ki, hogy a magyarok többsége azt szeretné, hogy legyen halálbüntetés, akkor mit lép a kormány, mit tud utána tenni a miniszterelnök? Igen, sokféleképpen lehet előre haladni egy ilyen kérdésben. Vita van természetesen a Fidesz frakción belül is ebben a kérdésben. Én magam mondjuk azok közé tartozom, akik nem támogatják a halálbüntetést ebben az összefüggésben. Ezt jó valami, igen. De vita van ebben a kérdésben, és vita van, egy társadalmi kérdésről van szó, és hogyha egy ilyen kérdés felvetődik, és mondjuk az lenne a magyar álláspont, hogy egy ilyen kérdés, mondjuk vonjunk nemzeti hatáskörbe, és kezdjünk el erről ilyen formán beszélni, akkor erről el kell kezdeni beszélni az Európai Unióval is, hogy vajon érdemes-e ezt ilyen módon az Európai Unióban fenntartani. De korai még ilyen messze menni ebben a kérdésben, ugye felvetődött egy kérdés, a legfontosabb kérdés az, hogy védjük meg a magyar embereket, olyan büntetőjogi eszközöket vezessünk be, amik alkalmasak arra, hogy a magyar embereket megvédjük. Több ilyen eszköz bevezetésére az utóbbi időszakban sor került, ugye három csapás például, aminek erős visszatartó ereje van. Nem mutatja, azért lenne, van visszatartó ereje. Ugye nincs neki visszatartó. Van visszatartó jobb ereje. Ez pontosabban van visszatartó ereje, ugye minden egyes büntetésnek van visszatartó ereje, hogyha nem lenne visszatartó ereje a büntetésnek, akkor nem lennének bizonyos büntetések. Én azt szoktam mondani, hogy a felderítésnek van visszatartó ereje, tehát a büntetés elkerülhetetlenségének van visszatartó ereje. Elkezdhetünk folytatni egy jobb elméleti vitát, hogy egyetlen egy bűnöző sem azért kezd el a bűncselekményt, mert hogy le fog bukni. Hogyan épül egymásra a visszatartó erő különböző elemei? A felderítés, a büntetés, a büntetés végrehajtás, a büntetéshez kapcsolódó egyéb következmények, de ez egy összetett folyamat, meg kell vizsgálni ennek az egészét, és meg kell nézni ezt a teljes eszközrendszert. Ennek az eszközrendszernek a végső eleme lehet egy halálbüntetés is, mint egy fenyegető eszköz. Hozzáteszem, amikor Magyarországon volt halálbüntetés jó ideig, vagy sok országban például van halálbüntetés, tehát létezik ez a büntetési forma, hanem is alkalmazzák ezt a formát. Tehát sokféle ilyen megoldás lehetséges. Felvethetők. 32 országban van, csak éppen most írtak egy tanulmányt arról, hogy évente statisztikailag 2 ártatlan embert végez ki az amerikai igazságszolgáltatás halálbüntetés kapcsán. Az amerikai igazságszolgáltatásról beszélünk. De arról beszélünk, hogy van halálbüntetés, ugye erről beszélünk, és arról beszélünk, hogy mi van akkor, hogyha ártatlan embert végeznek ki. Őtőle bocsátot kérni, ugye utólag már viszonylag nehéz. 2. Kérdés az, hogy az államnak van a joga gyilkolni. Egyet fogunk érteni. Tehát én azt gondolom, hogy nincsen, és az Európai Unió is ebben egy világos értékrendet követ, amit Magyarország elfogadott. És talán érdemes azt is fölvetni, hogy itt a miniszterelnök állam keresztény országról, keresztény földről beszél. Én azt gondolom, hogy keresztény politikusnak pláne érdekes dolog fölvetni ezt a témát. És arra válaszol nekem még egyszer, hogy ezt kibeszéltük ezt a témát, akkor mi történik? Mert mindig arról beszél, hogy de hát erről beszélni kell. Beszéljünk róla, csak semmi nem fog történni, mert mindenki tudja, aki józan és szakmai oldalról közelíti meg, hogy ez nonsense. Ad 2, ez politikai kommunikációs célokat szolgál. Ezt értjük. Csak ne csináljunk már úgy, mint hogy ez tartalmilag is a miniszterelnök komolyan mondaná. Minden kérdésről beszélni kell, ami a társadalomban felvetődik. Tehát amikor politikai kommunikációs kérdésekről beszélünk, ön ugye a szakértője ennek a témának, de ettől függetlenül... Hát minden politikus gondolom ön is, nem? Hát ön szóvívő vagy, mi csoda. Ettől függetlenül minden társadalmi kérdésről beszélni kell. Beszélni kell a banki károsultakról, beszélni kell
egyes bűncselekményekről, bűncselekmények formákról, beszélni kell az ítélkezési rendszerről, és beszéljük a bevándorlókról is. És a társadalmat érintő kérdésről szóval. Mi nem hagyják meg sosem, kell, amikor mi egy vitanapot kezdeményezünk az országgyűlésbe egy adott kérdésbe, akkor a Fidesz miért nem engedi, hogy az ellenzék kezdeményezése, amikor egy politikai vitanap megvalósulhasson az országban, hogy hirtelen ennyire a párbeszédnek a pártján vannak, és mindenről beszélni kell. Öröm hallani, de akkor egy csomó kezdeményezésünket. Nem régiben vitatkoztunk a parlamentben, ez is egy megoldás, lehet parlamenti vitanap is, lehet egyébként másfajta vitafóruma, lehet nemzeti konzultáció, sokféle az módja van. Az túl sokba kerül. Sokféle van, sokféle módja van annak, hogy a társadalmat megbeszéljük. Beszéljünk például a bevándorlás kérdésére, ugye ez a másik, ami kiverte Európában a biztosítékot, másfelől viszont azt látjuk, és kormánypárti politikusok el is kezdtek hivatkozni rá, hogy Dániában közmunkára ítélnék a bevándorlókat. Szerintem nem azzal volt itt a fő probléma, hogy most erről a kérdésről éppen beszélni kell, vagy nem, hanem arról, ahogy beszél róla a kormány. Tehát látható módon egy teljesen tendenciózus kérdés sort állított össze a kormányzat, ami talán az embernek a félelmeire, a rejtett érzéseire, vagy ellenérzéseire épít. És azért mondtuk mi is azt, hogy így nem érdemes egy konzultációt összerakni, főleg 1 milliárd forintért, meg pláne nem lehet sok minden másra is használni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez a kérdőív, ahogy most megfogalmazásra került, ez egy aljas kérdőív. Ez semmi másra nem alkalmas, mint hogy egyébként itt Magyarországon nem létező, egyelőre még nem létező problémát, meg úgymond menekültek ellen hangolja a magyar társadalmat, hiszen Magyarország nem célország, hanem tranzitország 90%-ban, lehet, hogy még magasabb számban. Tehát ez is azt látom, hogy egy politikai kommunikációs cél szolgál. Megint arról van szó, hogy a szélső jobb oldaltól hogyan lehet visszahozni a szavazókat. Azért sokkal nagyobb társadalmi problémáról beszélünk, és nem magyar problémáról beszélünk, nem egy magyar sajátosságról, hanem egy európai sajátosságról. Arról van szó, hogy látjuk most a világban, hogy tulajdonképpen egy népvándorlás indult el, egész népcsoportok kerekednek fel, és indulnak el, hogy jobb megélhetés reményében máshol telepedjenek. 500 ezer magyar, igen, Londonba, Berlinbe. Ezzel kéne például foglalkozni. Vagy éppen Kelet-Magyarországról Sopronba, Nyugat-Magyarország irányába. Például ezzel is kéne foglalkozni. Mind fontos kérdések, de térjünk vissza az alapkérdésre. Beszélhetünk természetesen erről a másik kérdésről. Beszélhetünk egy másik kérdésről. Itt miért nem tudnak megélni az emberek? Miért kell elmenni a fiataloknak külföldre? Szerintem térjünk vissza arra a kérdésre, hogy amikor emberek milliói érkeznek meg Európába, valamilyen formába, ezzel a problémával valamit kezdeni. Magyarországra a társadalom arányosan, a társadalom is a második legtöbb. A tavalyi 50 évben 50 ezeren már most megérkeztek, 100 ezeres nagyságrendű lehet ez az év végére. Mennyien a tavalyi évben 43 ezeren, 43 ezer, jó, de bocsásson meg, akkor nem tudja, hogy zajlanak Európában a szabályok. Ha valaki átlépi az Európai Unió határát, és azt mondja, hogy menedékjogot kér, akkor ő szabadon mozoghat az Európai Unióban. Magyarország jelen pillanatban valóban nem célország, szerencsére nem célország, és nem is szeretnénk, hogy azzá váljon, de ismerik a német törekvéseket, ismerik az osztrák törekvéseket, tudjuk azt is, hogy az osztrákok szigorítani fognak, és azt is tudjuk, hogy ők is vissza fogják toloncolni ide hozzánk ezeket az embereket. És hogyan? Aki belép Magyarországra, fölül egy vonatra, megkapja azt az Berlinbe, azt Ausztriába nem szállítják. Nem? Igen, de Németországban, hogyha megfogják, akkor vissza fogják rakni Magyarországra. Ez a kérdés van most napirenden. Egész Európa szerte, aki belép Európába, mondjuk belép Olaszországban, Spanyolországban, az megjelenhet bárhol, megjelenhet Magyarországon, megjelent Ausztriában és mindenhol. Az alapvető kérdés az, hogy mi mit szeretnénk európaiak. Szeretnénk azt, hogy egy ilyen népvándorlás során, mert egy valós népvándorlásról van szó, Európa megváltozzon. Meg fog változni, hiszen emberek milliói fognak megérkezni Európába. Ugye, az is, hogy az európai szociális rendszer az mit fog elbírni? Ez egy alapvető kérdés. Most azért nézzük meg, bocsásson, csak hagyj fejezzem be a mondani valómat. Tehát nézzük meg, hogy az európai szociális rendszer összességében mit tud elbírni. Ezeket mind végig kell nézni, meg kell nézni azokat a problémákat is, amik valóban a mediterrán tengerben zajlanak, az, hogy 1500 ember halt meg ebben az évben. Tavaly évben 100 ember halt meg. Óriási nagy különbség. Tavaly 47 ezer. Van már csak időnk, sőt, igen. Nagyapat, ugye én azon gondolkodtam, hogy Magyarországnak a történelme okán, hogy belegondolok, hogy mi lett volna akkor, hogyha 56-ban
akik elhagyták, elmenekültek Magyarországról. Bocsánat, ha velük szemben, én is meghallgattam képviselő, úgyhogy picit adjon már nekem is egy kis időt. Ez nem a Fidesz frakciónál műsor. Tehát magyarul, ha egy olyan történelmi háttere ennek az ország, mint Magyarország, ahol nagyon sok ember hagyja el ezt a hazát, menekülésből, sok minden okból kifolyólag. Mi lett volna, hogyha velük is így viselkedtek volna a befogadó országok? Tehát én azt gondolom, hogy van sok súlyos probléma Európai Unióban a menekült ügyel, de ezek a kérdések nem azok, hogy az kérdésekhez kötődnek, sajnos ma este az időnk lejárt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy semmi más, mint egy szavazatszerzés a Fidesz részéről. Sajnos ma este az időnk lejárt, de ha jól értem, hogy a Fidesz szeretné vitatkozni ezekről a kérdésekről, még bőven lesz idejük. Én köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is.